egy könyv és egy csodabogár. Oly sokat összefirkáltak már professzorokról, jót is és kevésbé jót is, hogy már-már attól tartok, untatni fogom olvasóimat, ha most elmondok valamiféle hasonló históriát. Ez azonban eszemágában sincsen. Az én történetem nem is igazi professzorról szól, az én barátom ugyanis, Witzlipuszlip professzor úr egyáltalán nem volt professzor, és gúnynevét sem a szörnyűséges éles diák nyelvet fabrikálták, hanem csak ismerősei szólították, így mert... De hisz erről majd később értesül a nyájas olvasó. Első találkozásom ezzel a szer fölött figyelemre méltó férfival semmiképpen sem utalt arra, hogy utóbb még baráti kapcsolat is alakulhat ki köztünk. Épp Drezdában őgyelektem, s egy könyvkereskedés kirakatában az inka nyelvről szóló réges-rég kifogyott ritkaság számnak számító kötetet vettem észre. A következő pillanatban már meg is ragadtam az ajtókilincset, s az üzletben találtam magam. Kívánságomra az eladó bevette a könyvet a kirakatból, és átnyújtotta nekem. Figyelmesen átlapoztam. Láttam, hogy rendkívül értékes mű. Mégis, amikor szemem megakadt az árán, tíz tallérba került. Úgy éreztem túlon túl magas, legalábbis az én anyagi viszonyaimhoz mérten. Ezt meg is jegyeztem az eladónak, mire ő azt felelte, más vevő is érdeklődött már iránta, vásárolni óhajt, tehát nem kötelező megvennem. Most aztán tétovázni kezdtem ősi indián nyelvek ismerőjével olyan ritkán találkozik az ember, hogy fél kezén meg tudja számlálni őket. Kíváncsiságom feltámadt, és az illető neve után tudakozódtam. – Hogy valójában hogyan hívják, azt nem tudom – válaszolta kérdésemre az eladó. – Mindazok, akik ismerik őt, csak viclép professzornak hívják. – Hogyan jutott ehhez a furcsa névhez? – Hol roppant egyszerű az a sajátos szokása, hogy minduntalan ezerféle indián szót kever a beszédébe, ezért adta neki ezt a csóf nevet egy tréfamester. Ez aztán úgy rajta is ragadt, hogy az igazi neve teljességgel feledésbe merült. Vajon mi a foglalkozása? Amit az ember foglalkozásként szokott emlegetni, olyan neki nincs. Teljesen egyedül él a házvezetőnőjével, és csak is az indián nyelvekről szóló könyveivel bajmolódik. Ritkán megy el hazurról, és ha mégis olyankor egyik vagy másik könyvesboltban kutat és taglászódik, hogy nyelvtudományi munkáihoz valamilyen új forrásművet kotorjon elő. Így ismerkedtem meg vele én magam is. De nicsak! Éppen odakünn áldogál. Ha ismerettséget óhajt kötni vele, itt a legjobb alkalom. Bizonyára bejön. Megfordultam, és az üvegen keresztül szemügyre vettem azt a nevezetes férfiút, aki a kirakat előtt ácsorgott, és aki állított könyveket most rágatta. semmi rendkívüli nem akadt a küllemén. Legfeljebb ruházata rém lett meglehetősen elhanyagoltnak. Szemlátomást nélkülözte a szükséges gondoskodást. Mindazonáltal mégsem hatott ágról szakadtnak. Haja és szakálla ápolatlanul tüskéskedett. Mindent egybevetve, amolyan jámbor szerzetnek látszott, aki nem sok vizet zavar, és boldog, ha békén hagyják, hadd járja saját útját. Minden esetre csöppet sem hasonlított Mexikó őslakóinak hadistenére, akinek már a látványa is enyhe írtózatot kelt. Helyte öreg viciloposztil, aztékok hadistene, ha tudnád, milyen csekériadalmat riadalmat támaszt manapság, a te hajdonában olyannyira rettegett ámasztán Henrik Heine által nyakatekerté és mókásság kiforgatott neved. Az öreg úr végzett a kirakat átvizsgálásával. Nyilván nem lelte az óhajtott darabot, mert türelmetlenül legyintett, s az ajtó felé indult. Már benne is termett a boltban. Ott létemről tudomást sem vett, Vékony, kisé szelős hangon megkérdezte az eladót. Az inka nyelvről szóló könyvet szeretném. A tehu a indiánok nyelvén tokube kitó. Ugye még nem adta el? A boltos sajnálkozva felelte. Éppen most szándékozom eladni ennek az úrnak. Akkor tehát még kapható? Nyugtázta az öreg úr gyorsan és üdvözült hangordozással. Adja nekem a könyvet. Tunkava tájszólásban tota. Itt a tíz tallér. Tehát még jókor jöttem. Kiváló. Ahogy a digger indiánok mondanák, csalabim. És már nyúlt is felém, hogy kivegye kezemből a könyvet. Csöppet sem volt ínyemre ez a kurta bánásmód. Eszembe se jutott, hogy csak úgy minden további nélkül lemondjak elővételi jogomról az öreg csodabogárja vára, ezért közbeszóltam. Bocsásson meg, uram, de amint látja, én is éppen erre a műre alkuszom. A professzor csak most ajándékozott meg először figyelmével. Úgy mért végig, mintha valami egészen megfoghatatlant mondtam volna, aztán lassan megcsóválta a fejét. Nem értem. Az akoma indiánok ezt így fejeznék ki. Satsiskan. Ön ezzel nyilvánvalóan azt óhatja tudomásomra hozni, hogy megveszi ezt a könyvet. Tokomekito, ahogy a tehuák mondanák, megjegyzem, itt nagyon kell vigyázni, hogy az M betűt érthetően ejtse ki az ember, nehogy véletlenül felcserélődjék az igencsak hasonlóan hangzó eladni kifejezéssel. Nos, ezért most el kell magyaráznom önnek viselkedésem okát. Lehetetlen, hogy átengedjem önnek ezt a művet, ugyanis feltétlenül szükségem van rá. És amint apacs nyelven mondanák. Nekem pedig épp oly udvariasan, mint amilyen határozottan figyelmeztetnem kell önt, hogy engem illet meg az elővételi jog, és nem hagyom, hogy ön megfosszon tőle. A bácsikán felindulás lett urrá. Ha mit ért azon, hogy megfosszon? Én semmit sem akarok öntől ellopni, amit a Navajo indiánok az Anisi, a Jutahok pedig az Ingi kifejezéssel fordítanának. Én is ragaszkodom jogaimhoz önnel szemben. Ez az úr igazolni fogja, Em tum ki, mondanák a kejovik, és a ja atta, mondanák a moki indiánok, hogy én már réges-rég szemet vetettem erre a könyvre, komancsul, pujle, le. Tahó nyelven, csehán. Én tehát ön előtt tarthatok rá igényt. Remélem méltányolni fogja álláspontomat, és önt ezért tisztességtudó embernek tartom majd. Ezt az apacsok az inda insú kifejezéssel jelölik miközben párbeszédünket idézem, meg kell vallanom, sokkal több indián szó fordult elő benne kisdett szónoklatát az öreg úr teletűzdelte az összes indián nyelvjárás ízes tájszólásaival, és ezért nagyon oda kellett figyelnem, hogy megértsem a szavak jelentését. Elég sok különccel összeakadtam már életemben, s ezért csöppet sem ütköztem meg a tudós férfiú furam magatartásán. Felületes szemlélő, önhitt, pökhendi fráternek hitte volna ők elmét, file Zuglángésznek, aki nyelvtudását kívánja csillogtatni minden áron. Én más véleményen voltam. A hóbortos vén figura szemmel láthatólag arra törekedett, bárhol jár kell, ne hagyja ki a legcsekélyebb lehetőségét sem, hogy emlékezetébe idézze a mindennapos beszédet. Hogy ezzel milyen égtelen derültséget vált ki az embertársaiból, azzal mit sem törődött. Meglehetős közönnyel vettem tudomásul érkezését, most azonban kezdett szórakoztatni rigolyás beszédmodorával. Az eladó a pult mögött Dicli Pucli professzor nyilatkozata alatt megértően rám kacsintott, majd maga is beavatkozott szóváltásunkba. De hát miért nem vitte el legutóbb ezt a művet, ha egyszer olyan fontos önnek? Hát nem volt pénz nálam. Otthon felejtettem az erszényemet, apacsul, tu, binas, ter. Akkor most viselnie kell a következményeket, ha ez az úr megtartja a könyvet, nem tehetek ellene semmit. De a könyvre? Nekem okvetlenül szükségem van. Ja, mondanák a tonkavák. Eredetileg tíz tallérba kerül. Adok értem magának tizenegyet. Ez a sziúknál így hangzik, oka on je. De kérem, vágtam közbe, ez könyvesbolt, nem pedig árverési csarnok. Nyughasson már, ripakodott rám az öreg úr. Tiltakozásomra hirtelen méregbe gorult. Ha én egyszer a fejembe vettem, otokám, ahogy a fekete láb indiánok mondják. Ennek így kell lennie, és így is lesz. Punktum. Eltökélt akaratom. Mit kezd uraságod ezzel a könyvvel? Egyetlen kukkot sem ért belőle. Minek kapkod olyasmi után, ami nem uraságodra tartozik, ahogy a jutok indiánok mondanák, izé, izé. Masjúv, siettem segítségére, ami nem is esett nehezemre, hiszen már személyesen is kapcsolatba kerültem ezzel az indián törzsel. Igen, massziúf! Förmet rám még ingerült ebben, amiért nem jutott eszébe rögtön a helyes kifejezés, s ezzel valószínűleg úgy gondolta, szégyent vallott. a kép gondolkodóba kellett volna ejtenie, hogy ismerem ezt a jutak szót, de roppant izgalmában ez a körülmény nyilván elkerülte figyelmét. Buzgón folytatta. Én már évek óta keresem ezt a könyvet. Tehu a nyelven, otungva. És most, amikor végre megtaláltam, többé nem ereztem ki a kezemből sem húsz, sem ötven tallérért. De még százért sem. Ezt a számjegyet egyéb iránt. Ti újta ti, szóval jelöli az iszlet a nyelv. Körmöm szakadtáig harcolok érte. Úgy küzdök akár az oroszlán. Tonka vául. Ok meg. S ha ön uram a tulajdonjogot vitatja, akkor ön komisz perna hajdel. Komancsul, Adsz be, tajszit! Akkor ön, akkor ön, elég! Szakítottam fél haragosan, mert most találtam alkalmas pillanatot, hogy jobb belátásra bírjam a rólam alkotott véleményét illetően. Én nem vagyok kutya! A Wamspring indiánok nyelvén, kusszi, huszi. a szióknál pedig, sonka, akit ön kénye kedve szerint eltángálhat, aztékul tlahuiteki. – iteki. Egyáltalán nem vagyok olyan szamár sem, Tehuául, buntó, amilyennek ön engem tart az indián nyelveket, illetően, sőt, meg lehet, hogy a kis ujjamba apacsul, szillázász dehe, több tudás szorult, mint az ön egész fejébe, szó, mondja erre a soson indián. Most hát tessék, tisztában van mi a véleményem a dologról, ám hogy lássa, a szívem, mojava nyelven, i-iva, nincs kőből, inkább caca. Önként átengedem önnek az új hőn új könyvet. Itt van fogja, vigyes sürgősen, és éjjel boldogul, semeszül pove, mokiul, temue, dakotául, Jaj, ja, ja, navahul, inál, apacsul, nutintár. Mókás jelenet lehetett. Miközben ajkamról ömlöttek az indián szavak, az eladó álmélkodó pillantása rebdesve tapadt hol rám, hol viccli-pucli professzoras egyik ámulatból a másikba esett. Azt hiszem valamelyest mindkettőnket hibbantnak tartott. Az öreg úr valójában felséges látványt nyújtott. Magasra felhúzott szemöldökkel és tátott szájjal merett rám. Arcáról az érzelmek minden fokozatát le lehetett olvasni, a legviharzóbb dűtől a teljes döbbenetig. Amikor befejeztem, sokáig hüledezve szegezte még rám tekintetét, és meg sem okkant. A feléje nyújtott könyvért sem nyúlt, hogy megragadja. Csak akkor moccant meg, amikor letettem a pultra, és kifelé indultam. Ekkor költözött megint élet, szobor merev alakjába, és egészen megváltozott hangnemben így szólt. Igaz? Szent igaz! Az apacsok nutintárnak mondják, ha egyetlen szeméről van szó. Nevezetesen rólam. Ha két szeméről beszélnénk, akkor nudotost kellene mondanunk. Aztán megragadta a karomat és félrehúzott. Csodálkozva kérdezte: Uram, ki csoda ön? Mokiul, Haki Ommi, hogy ilyen meglepő ismeretek juthattak a birtokába, és ki volt az ön tanítómestere? Ahogy a moszkító indiánok mondják, Malkra. a tanítómesterem, olyanra nem akadtam, viszont hosszú évek során kapcsolatba kerültem jóformán minden létező indián törzsel. Csak ugyan? Ha akkor ön valóban megfizethetetlen értéket jelent számomra. Velem kell jönnie, tanítóul, miuszjáme, és segíteni kell a munkámban. Akarja? Mondjon igent. Ez digger nyelven így hangzik, omem. Jól megfizetem, nagyon jól. Másusz-e? Ahogyan mandámok mondják. Még ezt, még ezt az inka nyelvről szóló könyvet is átengedem önnek. Nevetve magyaráztam el neki, hogy ekkora áldozatot nem fogadhatok el tőle, de nagyon örvendek, hogy ismerettséget köthettem vele. Ezután nem kívánt más csak azt, hogy kísérjem haza az otthonába, ahol ő visszavonultan él terjedelmes és kényelem szerető cselédjével, Johannával, akit a rövidség Hannának becézés, aki a háztartásban nem annyira rendet, mint sokkal inkább rendetlenséget teremt. Elmondta élettörténetét is. A középiskolát kitűnő rendűen végezte, és a nyelvtudományi egyetemre került. Ott lángoló buzgalommal vetette magát kedvenc tárgyára az indián nyelvekre. Itt azonban megmaradt végül is a kutató munkánál. Bár olyan mindent átfogó tudása tetszert, hogy vizsgáit fényes eredménnyel zárhatta volna, barátai minden rábeszélő művészete ellenére sem nyert megfelelő szakmai fokozatot. Így teltek múltak az évek, és a kisdiákból ősdiák lett, a múzsafiból begyöpösödött agyú, fuzsitos, vicli professzor. Megélhetése egyéb iránt nem okozott neki fejfájást, mivel kisebb fajta vagyont örökölt, és ebből gondtalanul bár, igen szerényen, eltengődhetett. Nőtlenül és közelebbi rokonok nélkül élt, nyelvtudományi könyveinek szentelte napjait, külföldi műveket búvárolt éjjel-nappal, némelykor azt sem tudta, hogyan is hívják a házvezetőnőjét. Kávéját állni hagyta, míg be nem szőtte hálójával a pók, aztán zsímbeskedett, hogy túlforró, mert őkelme épp beleizzadt a kecsuáni csettintő hangokkal való munkálkodásba. Leforrázta nyelvét és szájpadlását a fagyú zsírozta levessel, mégis makacsul állította, hogy túlontól is hideg, mert pillanatnyilag épp valamely grönlandi főnév bogarászott a fejében. Mellesleg szóval nem termett nála jámbarabb lény a nap alatt. Igazán morcosnak csak egyetlen egyszer láttam barátságunk idején, épp amikor ismerettségre léptem vele. Hát, így esett első találkozásom Vicli-Pucli professzorral. Nem sokkal később útra keltem. Amikor jó hosszú idő múlva hazatértem szülőföldemre, zsúfolásig telt postaládámban, írdatlan nagy halom írás gyölem lett föl benne, találtam tőle is egy levelet. Közölte, hogy immár nem Drezdában lakik. Megbetegedett, göthösen kornyadozott a dohos levegőtől és a könyvek porától. Kollégái az orvoskarról váltig nógatták, hogy költözzék vidékre, lehetőleg a hegyekbe. Eleinte süket füleknek papoltak, míg aztán egy alkalommal vért nem köpött. Ezt a korságot a dakoták a Juhnászki Nyuan kifejezéssel illetik. No, ezt már ő is komolyan vette. Akkor hirtelen halálfélelem fogta el. Tonka van nyelven, csucsuki jó, S egy hónap múltán már magas hegyek bércek közt megbúvó aprócska faluban lakott, egyelőre próbaképpen. Amikor kiderült, hogy a hegyi levegő valójában jót tesz neki, betott egy házacskát, és Hannát is maga után hozatta. Bár nem állt szándékában, hogy állandóan itt telepedjék le, amint nekem írta is. Én azonban könnyűszerrel elgondolhattam, hogyan végződnek majd a dolgok. És a jövő is engem igazolt. Olyan heves szenvedéllyel folyton folyvást és kizárólagosan tette a szépet örökös arájának, a nyelvtudománynak, hogy többé esze ágába se jutott az elmenetel, és amikor aztán először legyintette meg a halálszele, akkor döbben csak rá, hogy igazából nem is akart ilyen sokáig maradni. Fentartottam vele a kapcsolatot, már amennyiben azt egyáltalán kapcsolatnak lehet nevezni. Soha nem talált egyetlen megveszekedett bélyeget sem a háznál, s ahhoz, hogy alkalomattán hozasson egyet, rendszerint nem akadt apró pénze. Ráadásul a házvezető nője sem nyújtott semmiféle segítséget a levelezés lebonyolításához. A jó asszony e félére soha sem ért rá, mert épp kávét kellett darálnia, s ugyebár azt se hagyhatta, hogy a kannából kifordjon a mokka. Ezért csak igen-igen ritkán kaptam róla hírt. Hanem amikor aztán hébe-hóba lelt otthon apró pénzt a jó öreg habókos, és Hannának is volt ideje, hogy postára vigye a levelet, akkor igen csak igyekeztem válaszolni ám. Vagy ha sikerült egy-két szabadnapra napra szert tennem, Rögtön felutaztam hozzá, magam is. Egy kecske, egy macska, meg egy házvezetőnő. Csodálatos őszi nap kék arany ragyogása tündökölt az égbolton, amikor leszálltam a vonatról, hogy meglátogassam öreg barátomat. Akkor tájt a vasútállomástól az illető faluba kerek három órán át kellett bandukolnia az embernek, ha nem óhajtotta igénybe venni a postakocsit, amely persze naponta csak egyszer közlekedett. Éppen ezért úgy határoztam, nem zötyögök a rozoga batáron, hanem elindulok gyalogszerrel. Nekivághattam annak az útnak, amelyiknek akartam. Azt választottam hát, amelyik nagyobb részt erdőn átvezetett. Milyen szép a német erdő összel, amikor a levelek a legsötétebb zöldtől a legélénkebb vöröses sárgáig minden szín árnyalatban csillognak, villognak. A menetelés testi erővel jól bírtam. Mondom, testi erővel. Ugyanis nem a postakocsi útvonalán haladtam, amelyről senki sem tévedhetett le, hanem helybéli kifejezéssel szólván paraszt úton vágtam át. Ez az erdő közepén néhány kis falun keresztül vezetett hangulatosan. Ha roppan déli rengetegekre gondoltam közben, és Észak-Amerika ős vadonaira, már amennyire ismerem őket, s újra meg újra elámultam. Lám, az idegen táj soha nem keltheti azt a meghitt hangulatot, amit a szülőföld szépsége kínál az embernek, s amit mégis oly kevéssé becsülünk és értékelünk. Az utamba eső falucskák csöndes magányban leledzettek, és vonzó látványt nyújtottak. A kicsiny ablakokban kandifejek bukkantak fel, váltik csodálkoztak azon az idegenen, aki ilyen Isten háta mögötti helyre is elvetődött. Ha összeakadtam valakivel, barátságos üdvözlésemre még szívélyesebb köszöntéssel válaszolt. Amikor betértem egy fogadóba, rövidesen tucatnyi odavalósi csődült össze, hogy szemügyre vegyék a messziről jött vendéget. A konyhában menyecskék és eladó lányok tömege zsúfolódott. A velük született kíváncsiság sarkalta őket. Resteltek ugyanaz ivóba jönni, de unasontalan bevekukucskáltak az ajtónyíláson, hogy engem fürkészenek. Aztán, hogy odapillantottam, és rájuk kacsintottam, szégyellős kuncogás csendült fel, majd meghallottam, amint egyikük így csuttog. – Hej, no! – nem észrevette tüstént, amint bekukucskáltam. – hínyede arcon a ábrázata van, és mégis rám kacsintott. – De rég szép szálember, annyi szent, majdnem olyan, mint a törvényszéki őrmester. – Hogy fogyasszak valamit! – kértem egy pohár sört és kenyeret, meg vajat, meg sajtot. Megszegetlen három kilós paraszt kenyeret, fél kiló vajat és jókora karika köményes sajtot tettek elém, és mert egyre jobban lett minden újabb falat, derekasan belakmároztam. Degeszre tömtem magam. Mikor aztán megkérdeztem, mennyivel tartozom, a válasz úgy hangzott, mint ohlant gyönyörű költeménye az almafáról. És mi az árak? kérdezem, de csak lombiát rázza váltig, mindörökké áldott legyen gyökerétől a csúcsáig. Végül a sörért hat feniget, a kenyérért, vajért és sajtért huszonöt feniget számoltak. Kielentettem, hogy én ennél jóval többet fogyasztottam, ám erre a fogadósnyi emégyen talált felelni. Ez nálunk nem úgy van, mint a nagyvárosban. Mi magunk termeljük meg az ennivalónkat. Itt egészen másán minden. Egy porció, 25 fenig. Az egyik vendég többet eszik, a másik kevesebbet, így aztán kiegyenlítik egymást. Azt látnál csak uraságot, hogy a helybeliek mennyit falnak. <laughs> Két harapással félökröt bendőjükbe temetnek a pokolbélűek. Egy márkát fizettem amikor vonakodtam, hogy elfogadjam a visszajáró pénzt, mérhetetlen álmélkodást támadt a roppantékozlás láttán, s amikor a fogadósné egy kupica pálinkát hozott a mögöttem ülő vendégnek, az atyafi jó hangosan az asszonyság fülébe súgta. Hallodé, Kárline! -e, Valami nincs rendjén ezzel a krózussal, vagy rangrejtett bankárőkelme, vagy utazónak álcázott milliómos. Tudom én, arra áhítozik a jó pipa, hogy megválasztuk az országgyűlési képviselőnek, azért szórja így a pénzét. Engem azonban nem tesz lóbá, én bizony, megint csak a régi köldöttünkre szavazok. Na, mit gondolsz, galambom? És így tovább. Amikor indultomban hátra néztem, láttam, hogy a legények, leányok, menyecskék és gazdura még mind utánam bámészkodnak. Kalapommal visszaintegettem, ők pedig utánam kiabáltak. Szerencsés utat! A viszontlátásra! Egy recsegő hang azonban, nyilvánvalóan a pálinka ivó atya fié, közbe óbégatott. pénzes zsák úr. hanem azzal a képviselő választása jó mellé fogtá, orrott tőle foghagymás. más. Aztán megint erdő tarkálott körülöttem széltében hosszában. Olyan halkan és fenségesen magasodott fölém, mint hajdan volt őseink áldozati berke. Szellőcske sem rezdült, leheletnyi nez sem zsongott a falombok közt, csak lépteim tompa dobbanása hallatszott az ösvényen. Másfél órás ballagás után célomhoz értem. A professzor az első faluszéli házban lakott. Meghúztam a csengő Kétszer, háromszor, ötször csöngettem, mikor végre fordítva föltett paróka jelent meg a lépcsőházi kis ablakban. Ki? Mit? Hogy? nyekerekte fentről egy repet fazék hangzat. A házvezetőnő eme tömör összefoglalással további kérdések egész tömegét takarította meg. – Kész a kávé! – Kiáltottam fel, mint hajdanán szoktam volt, tekintet nélkül arra, hogy a nap mely szaka járta, déle vagy este. Nevegek, ura, az azonnal jelentem, meg rögtön darálom a kávét is, és egy adaggal többet teszek a kannába forró vizen, mindig van, hiszen tudja. A paróka eltűnt, és többé nem mutatkozott. Vártam öt percet, vagy tízet, hanem amikor Hanna csak nem bukkant fel újra, hogy legalább kapudnyisson, kezdett bosszantani a dolog. Emlékeztem azonban arra a kedvező körülményre, hogy a jó Hanna kecskét tart a kávéba való friss tej kedvéért. Hm, hát ha bejuthatnék a házba a kecskeól fölött vagy a kecskeólon keresztül. Átugrottam hát a sövényen, a ház mögé kerültem és szemügyre vettem a terepet. Az oltetőn át nem lehetett a ház belsejébe férkőzni, ezt fölmértem az első pillantásra. No, akkor talán az ólon keresztül. Valahol csak akad egy rés, ahol bemászhatok. Utazásaim során végtére átvergődtem már nehezebb akadályokon is. Mi ez a tákolmány? Ábrahim Mahmur hét lakattal zárt Nílusparti házához képest, vagy a sziklaszírtekbe vált megközelíthetetlen új mexikói Pueblohoz mérten. És mégis mindkettőbe sikerült behatolnom. Itt is szerencsével járok, hát, hiszen én volnék Chatterhand, Vagy mi a manó. Nekiláttam, hogy a kecske olfalából kifeszítsem a korhad deszkákat. Sajna magas röptű tervemnek komoly hátráltatója akatt. hozzá épp a kecske személyében. A csökönyös jószág sehogy sem hagyta, hogy bekúztam. Birokra keltem hát vele, s hősi küzdelem után diadalmasan kiakolbólintottam, majd elégedetten vettem tudomásul, hogy az ollal határos házfalban ablak nyílik, amelyet csak betámasztottak. Kitártam hát, és bemásztam egy helyiségbe. A benne uralkodó rendetlenségből és néhány női ruhadarabból arra következtettem, hogy ez csak is Hanna szobája lehet. Miután erre az éles elmélyű megállapítást jutottam, úgy döntöttem, kilépek a folyosóra, és elhatározásomat tett és követi, ha szándékomban nem akadályoz meg egy macska. A círmos egy kosárban feküdt kicsinyeivel az ajtó mellett, és éppen arra készült, hogy az arcomnak ugorjék. Bámulatos lélek jelenléttel fölkaptam egy esernyőt, amely az ágy alatt hevert a legbékésebb nyugalomban, Védekezésképp újra meg újra kifeszítettem, s e hadmozdulat oly hatásosnak bizonyult, hogy pillanatok alatt sikerült a nőstény kölykestől, kosarastól, mindenestül az olba szám kivetnem. Immáron semmi sem állta az utamat. Csak előbb a házi rend megsértése miatt támadt helyi pörpatvar ügyében kellett még fellépnem békebíróként. A kecske ugyanis visszatért az olba, és mélységes felindultságában szarvával próbálta jobb belátásra bírni a betolakodó és lagbitorló macskát. Végül ennek a viszálynak is sikerült véget vetnem a felek kölcsönös megelégedésére, s a csatazaj előtén folytathatta utamat. Amint kiléptem a folyosóra, megláttam Hannát. Épp a kávéval sietett fölfelé a lépcsőn. Utána eredtem, s mivel a professzor szobájának ajtaja félig meddig nyitva maradt, fültanulja lehettem a következő párbeszédnek. – Nagyságos úr, itt a kávé! Bicli-pucli bizonyára épp valamilyen indián nyelvtambadukta az orrát, se látott, se hallott. – Professzor úr! Ekkora vént udor fölkapta a fejét az alaszkai nyelvjárások közül, és szórakozottan pislogott hannára. – A kávé! – Igen, igen, persze! – ahogy a makik mondják, a hui, azzal ismét a könyvbe temetkezett. Ekkor Hanna oldalba bökte, majd ráförmett. Professzor úr, két csésze, nem látja? Viszli Pucli mester fölhorkant, valamelyest magához tért, mindazonáltal azonáltal gyanakodva merett a csészékre, majd csodálkozva kérdezte. A mi kettő? A szunyi indiánoknál killi. Minek kell kettő? Senki sem jön hozzám, Tudja, kedves Hanna, visszavonultan élek, és nem szeretem magam körül a jövés menést. Na, akkor ez egyszer tegyen kivételt. Hogy érti ezt? A barátja mély van itt, Drezdából. Honnan veszi ezt a sületlenséget? Ahogy az apacsok mondják, Ticsi. Annan, hogy itt van? Itt. Hol? Tokavául hetetá. hetettá? Atya úristen azt kérdi, hol? Hát természetesen lenne a kapu előtt, ott rostokol már egy órája, és a professzor még mindig nem tér magához. Egy órája? De hát miért nem engedte be? Mert azonnal a kávé iránt érdeklődött, nyomban készülődnöm kellett a vendéglátásra, úgy rém rettentően szomjas. Ha úgy tetszik gondolni, hogy két csészével sem elég, a professzor fejében végre valahára földgyúlt a gyertya. Tisztába jött a tényekkel. Fölújongott. Hakason fusson, rohanjon, szágódjon, nyisson kaput. A lehető legjobbkor érkezett. Mindenek előtt megtudakolom tőle, vajon a régészeti kutatás értékes eredményei bizonyítják-e észrevételem helyességét, miszerint a kejóvé nyelvben egy és ugyanaz a szó jelöli a kondért és a követ, nevezetesen pszú. Szeretnék egyszer mind utalni arra is, hogy Amerikában sokkal huzamosabb időn át fennmaradt kőkorszakokat kell feltételeznünk. Nézete helytálló, kedves professzorom, szóltam be a szoba ajtónyíláson. Maguktól a kejovéktól tudom, hogy főzőedényeik még ma is részint égetett agyagból vagy kőből készülnek, és gondoljon arra is, hogy a fémkondérok meghonosodása előtt kérek bográcsokban, felforrósított kövek segítségével főztek. Gondoltam én gondoltam hát, bólintott elégedetten de kedves barátom, ön ide fönn van már? Úgy hallottam, míg a kapu előtt bizony Bizonyot vesztegeltem jó ideig, de mert a kapu zárva maradt, én pedig meghallottam a kávé daráló hívogató hangját. Másod kerestem bejáratot. A kecske és Hanna szobáján keresztül másztam be. Előbb azonban a velem sajna ellenségesen szembeszegülő kecskét is, macskát is ki kellett űznöm meg hitt otthonos vigvamjukból, ezért ha a kecském, a macskám, jajdult föl Hanna, s mint akit puskából lőttek ki, leviharzott a lépcsőn. A professzor azonban vidáman kezet rázott velem, asztalhoz tessékelt, a csészékre mutatott, és így szólt. Így mielőtt kihűl, navahúl, goszkászé felszólításának készséggel eleget tettem. Kér még egy csészével? – kérdezte Vicli Pucli. – Nem, köszönöm. – Most nem. – Talán később. – Akkor jöjjön csak gyorsan. – Épp azon dolgoztam, hogy bebizonyítsam. Az ugalencek és az Adhapask indiánok nyelvi rokonságban állnak egymással. Ebben kellene segítenie. – Jön már le! – vagy ahogyan az akomák mondják. – Csíja! – Úgy! – itt a szójegyzék. Laposszuk csak fel a... Ej, e, 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 mi van oda, A földszinten ugyanis ebben a pillanatban Ugalencül is, a tapaszkul is, Egy és ugyanaz a dolog történt. A kecske mekegett, a macska nyáfogott, Hanna pedig rikácsolt. Lesiettünk az asszonyság háló kamrájába. A macska fent koporgott a fali virágkosárban, Hanna jajveszékelve térdelt az ágyán, hogy takaró alá rejtse a kis cicákat. A kecske ugyanis időközben urrá lett a macska nemzetségen, visszakergette őket a hálókamrába, és úgy ágaskodott ott délcegen, valóban homéri mekegéssel tudtunkra adva, hogy jobb, ha mindenki tiszteletben tartja pillanatnyi harctéri idegességét. Hátsó két lábával a feldöntött és szilánkokra tört tükörcserepeit tapotta, a mesőkkel pedig a mosdóasztalra kapaszkodott, mintha ott keresne menedéket. Egyik patáját a vizes korsóba, a másikat Hanna vasárnapi főkötőjébe dugta. Szarvával szakadatlanul a fal felé bögdösött, ahol a virágkosár lógott. Benne a riadt círmossal. Barról barátságosan sütött be a kedves napfény az ablakon. Jobbról azonban, mintha bájdósan derengő holcsugár szűrődött volna be az áttört falu kecskeol hasadékán. Kár, hogy nem akadt sem festő, sem rajzművész, aki ezt a szívmelengető csendéletet megörökítette volna, mert a professzor megjelenésével ez az elbűvölő kép villámgyorsan megváltozott. A nagy viccli ugyanis halál megvető ugrással vetődött a kecskére, s a padlóra teperte. A kávéhoz való tej nyájas forrása azonban nem tűrte az ilyetén erőszakot és ellentámadásba lendült, ám megfoghatatlan módon összetévesztette a személyeket, és bosszúból a derék Hannának rontott. A jó asszony még mindig az ágy mellett térdepelt, amikor az orvlökés hátulról érte. Rémülten és háborogva ugrott talpra, s az éppen kezében lévő kis cicát a rohamozó gödője fejéhez vágta. A cica felnyivákolt, hogy anyai kötelességére figyelmeztesse a cicamamát. mamát. Azt tüstént le is pattant fali fedezékéből, Hannának esett és két merső mancsa karmaival olyan cudarul megbolyhozta a parókáját, hogy az élemedett korú delnő segélykérőn a professzor ölelő karjába omlott. Bicliputli professzor nyelvtudor kimeríthetetlennek tetsző tett erővel és vitéz karakánsággal lekapta Hanna fejéről az aranyos jószágot, és parókástól kihajította a nyitott ablakonát, Mivel azonban elfelejtette becsukni az ablakot, a macska szépszerivel visszason polygott, de paróka nélkül a nevezetes vendéghaj egyelőre odakünt maradt, a napocska vidáman kacsingatott rá. Engem időközben az az örömért, hogy sikerült a kecskét az oljába kényszerítenem, és mivel a macska meglelte a kölykét és felugrott vele az ágyra többi kicsinyéhez, újabb rohamtól előreláthatólag nem kellett tartanunk. Sajnos, mi rá kellett döbbennem, hogy feltételezésem hamis, mert mégiscsak bekövetkezett a fordulat. Még hozzám micsoda fordulat! És ama boldogtalan, akit az új vihar olyannyira megtípázott, fájdalom, magam voltam. Hanna ugyanis öklével oldalba vágott, és dűtől sisterekbe rám sziszegett. Na, tessék! Szép kis égszakadás, földindulás, végen van. Kiadom a párámat, és tudja-e, kinek köszönhető ez a ribellió? Na, kinek? Ha kinek? Hát, mi kérdi? Hát, magának. Maga, rabló vezér, betör a házba, és fényes nappal, Tiszteletre méltó személyek szobájában mászik. Nem a házba törtem be, hanem az olba. Ebben a hálókamrában pedig csak macskák szunyókáltak. Ők is tiszteletre méltó személyiséget, kedves Hanna. Hakasson, nem vagyok a Maga kedves Hannája. Kedves Hannának hívja az ember a szeretőjét, vagy a menyasszonyát. Én pedig nem vagyok a Maga Mátkája. Johanna, Johanna, merészet közbeszólni békítő hangon a professzor. Maga is fogja be a száját! fölmet rá a haragvó Amazon. Maga is bűnös! Minek rátotta le a kecskét? Elment az esze? Hát illendő ilyen durva bánásmódot tanúsítani az én drága jó, törékeny jó szágom iránt is. Nézed csak körül! Hogyan fest itt minden? Micsoda csatatér! Minden a padlón hever! még a vizes korsó is és a főkötőm is. Elakadt a szava, rámerett a meggyalázott asszonyi fejdészre, összecsapta a kezét és keservesen sápíthozott. hozott. Főkötőm, vasárnapi főkötőm, mi véletél! Oda támolygott a mosdóasztalhoz, megragadta ruházata emen női ékességének a szalagját, Megforgatta néhányszor orrunk előtt a divatos bár megviselt fejfedőt, és ránk ripakodott. Ez főkötő, igazán, még mindig annak nevezhető? Szentül hiszem, nem lehet más, válaszoltam meg szeppenbe és tisztességtudóan. Nem lehet más, nem lehet más, ismételgette gúnyosan Jámbor szavaimat Na igen, Főkötőnek kéne lennie, de már ez nem az. Ja, én édes Istenem, Uram Istenem! Karácsonykor ez még csak négy éve, hogy a professzor úr pénzt adott rá. Ez a legújabb, a legjobb főkötőm. Hogy óvtam is, milyen nagy becsben tartottam, és ma rongyát iporta a kecske. Mondja csak, professzor úr, és maga, maga haramia. Vajon ki ez a főkötő? A kecskéjé, vagy az enyém? A magáé, Válaszoltuk a legangyalibb összhangban. Na hát, ha viszont az enyém, akkor maga is jobban tette volna, ha otthon marad, nem jön ide és nem kérgeti be hozzám a kecskét. Ki hozza nekem rendbe ezt a főkötőt? Itt ebben az eldugott faluban nincs egy árva lélek sem, aki helyre tud állítani ilyen csodálatos műremeket. Mit veszek majd fel, ha templomba vagy keresztelőre megyek? A pék át, akitől kora reggel a zsemléket hozom. Már régóta duruzsol a fülembe, hogy vállaljam náluk a keresztanyaságot. És most ez a főkötő? Most aztán szégyen szemre el kell hárítanom magamtól ezt a nagy megtiszteltetést. Egészen belegerjedt a siránkozásba, és még sopánkodott volna tovább. Ha egyszer belefogott, akkor egy szuszra kiadott mindent, és leshettük, hogy abba hagyja. Ám tudtam, hogy van egy módja, hogy elhallgattassam, és habozás nélkül vakmerően megkíséreltem. Fölemeltem az összetört tükröt, és az arca elé tartottam. Maradt benne néhány nagyobb szilánk is. Hanna szemügyre vehette magát. Ő azonban bele se pillantott, hanem csodálkozva én rám bámult. – Mi van a tükörrel? Én rakjam össze, hogy újra épp legyen? – Ezt nem kívánja senki. – De nézzen csak bele. Elegettett biztatásomnak, és elálmélkodott. – De hisz Tekegolyó, Tekegó, nem tekegolyó, vágtam közbe irgalmatlanul. Valószínűleg csak a felső fél gömböt szemlélte. Lejebb fogom billenteni a tükröt. Így látja már, amint röpke pillantást vetett a tükörbe, már is visszahőkölt és megrökönyödve fölsikoltott. De hát ez az én arcom! Az én arcom! Természetesen. Hisz nincs rajtama! Nincs rajta ma, a fejéhez kapott. A kedves Johanna ugyanis mind elhullajtotta már a haját. Kopasz lett, egészen kopasz. Amikor felfedezte személyiségének amma csupasz részét, amelyet az imént tekegolyónak tartott, reszketés fogta el. A parókám, a parókám, hol a parókám? A macskánál. Ki? Mit? Hogy? A macska kivitte az ablakon. – Hisz akkor odakint fekszik, odakint a piszokban, ahol tegnap lerakták a szenet. Egek ura, micsoda csapás! – elviharzott. A professzor meg én fölmentünk az öreg úr dolgozó szobájába. A jó öreg viccli kortyolt egyet a kávéjából, s olyan komoly arcot vágott, mintha a kör négy szögesítésén töprengene, majd különös kérdést intézett hozzám. – Kedves kollega! – nem tudja véletlenül, hol tonkavául, he ufan, található a lakásomban kalapács, dakotául, maci jepe, és szög. Nem. A kecske fala, ha jól emlékszem, fából van. Szúnyi nyelven, tleloeve. Igaz-e? Valóban deszkából ácsolták. Deszkából! Sön egyszerűen ripityomra tört szét, de hiszen valóságos góliát. Remélhetőleg azonban a deszkák olyan egybe hóhatóak szögek segítségével, nem de? Csak ugyan, professzor úr. Össze lehet szögelni őket, hogy a közbeszéd szerint fejezzem ki magam. Jó, nagyon jó. Avan at, ahogy az utak indiánok mondanák. De vajon kivégzi el ezt a munkát ebben az Isten háta mögötti faluban? Én, professzor úr. Igaz, jut eszembe a pacsul szí si binászná. Ön mindenhez ért, mindenhez az égvilágon. Ha jól emlékszem, összeenyveszte az esernyőmet, megfoltozta a csiszmám talpát, és kitisztította a szalmakalapomat. Takinak hívják a diggerek. Igen, ön mindenhez ért, ugye szíveskedik, tehát jó szóhosan egymáshoz illeszteni majd a deszkákat is, hát ez megvolna. te de de kiho imbóváj, a többi azonban nem ilyen könnyen javítható és rendbehozható, ami a tükröt illeti. Holnap hozok egyet Anna Bergből, szóltam közbe. Nagyon jó, jó, és a főkötő, jaj, az a főkötő, amiatt még gondban fő a fejem, nem tudná egyúttal azt is rendbehozatni. Elviszem a kalapos nőhöz, és megkérem a kis asztony cicomázza fel, ahogy dukál, csak hogy a derék Hanna visszanyerje régi derűs kedvét. Pompás? Ha az ennek szó, ahogy a tonkavák mondják. Nos hát, akkor ettől a gondtól is megszabadultunk, hanem van még valami bökkenő, de huául piech. nek piech. Kérdésem lenne önhöz. Beszéljen csak, professzor úr. Úgy -e, nem veszi hossz néven. Bizonyos, hogy nem neheztel megérte. Ezt egyéb iránt a Niskra di szóval fejezi ki az odzsibbék. Semmi szín alatt nem veszem zokon. Nos tehát, kedves bahátom, tankava nyelven ketepaunon, ha a legközelebb meglátogat, kérem ne fáradjon, igénytelen hajlékomba a kecske ólon keresztül. Csak felizgatná vele Johannát, nem igaz? Ugye bár nem hiába terjesztem önelé szerény óhajomat? Teljesítem kívánságát, csak arra vagyok kíváncsi, hogyan fogok majd akkor bejutni, ha Johanna megint csak nem nyit kaput. Miután én becsöngettem, ő előbb fát aprított, tüzet rakott, kávét törölt, és még ezer más csinált. Amikor aztán újra megrángattam a csengetyűt, legalább a kapukulcsot ledobhatta volna nekem az ablakból. Ékelne ezt valóban megtehette volna, hiszen ő mindig szívesen látott fenték a házamba. Más teremtett lelket egyáltalán be sem engedek? Jó, akkor hát önnek majd az ablakból lédobják kulcsot? Sőt, még jobb, ha emlékeztet rá, hogy kerestek valami zsineget vagy fonalat, amelyel majd Johanna lassan és óvatosan leereszti a kulcsot. Elégedett? Tökéletesen. Hála Istennek! Akkor most térjünk a tárgyra, és lássuk a medvét. Olyan művön dolgozom, amely önnek is tetszésére lesz. Elmondjam, miről van szó? Kérem, a címe így hangzik. Az előjáró szavak szintetikus kapcsolatai a pokoncsi indiánok nyelvi név eredeteivel. Mit szól hozzá? Nem rossz. A pokoncsi indiánok a maha kuihé csoporthoz tartoznak. Tehát most ezzel foglalkozik? Már réges rég. Ön is ilyen magamfajta Indiánológus. Én viszont néhány, illetve több dolgot sem értek egészen félelkosan. Úgy értem, ahogy a mandánok mondják, Váposidá hus, ön esetleg segíthetne nekem? Talán. Ha ön hasznomat veszi, szíves örömest. Helyes, nagyszerű. Akkor kezdhetjük. Bár ebbiére, mondanák a teruák. Felolvasom önnek előbb, azonban meg kell említenem, hogy... Kérem, kérem, hagyjuk ezt későbbre. Megreparálom előbb a kecskeólat, és vár még itt rám jó sok egyéb tennivaló is. Mindenek előtt rendet kell teremtenem. A tudomány majd este kerül sorra. Igaz, falóban ön csak este és éjjel szokott tolkozni, írni. Tuszkaró a nyelven, a én azonban már most tudni szeretném, hogy. Most semmit, de semmit nem fog megtudni tőlem. Én napközben egyáltalán nem szeretek szellemi munkát végezni, mert ilyenkor az elme túlontúl is szétszort és zavart. Úgy látom, önt szintén sok minden háborgatja. Most megszemléljük a házat, és betömünk minden lyukat, amit csak találunk. Aztán megebédelünk, majd sétálunk egyet, és. Sétálni? Vágott szavamba az agg tudor. Hova gondol? Hiszen nagyon jól tudja, hogy én ilyesmit sohasem szoktam. Valóban, sajnos, sohasem szokta. Én azonban ma szeléd erőszakkal ráveszem. Visszahúzódott a hegyek közé, hogy egészséges legyen. Hát nem szabad elzárkóznia, hanem élveznie kell a napot és a friss levegőt. Amikor ebéd után a tervezett sétára hívtam, kisé szabódott. Végül mégis sikerült kituszkolnom a szabadba. Ilyen volt hát az én kedves öreg viccli pucli professzorom. Csak a tudományának élt, és ezen kívül szinte semmi mást nem kívánt. Mindent megevett, amit eléjetettek. Mindent megivott még a legförtelmesebb lőrét is, amit csak bevett a gyomra. Kerülte a társaságot, és évről évre mind magányosabban és visszavonultabban pergette napjait. Én voltam az egyetlen, akivel még időnként érintkezett, amin a faluban mindenki váltig csodálkozott is. Rengeteget dolgozott. Kéziratai valóságos hegyekké növekedtek már, de soha semmit nyilvánosságra nem hozott. Tudta, művei közt igaz gyöngyök is akadnak. Milyen gyakran kértem, úgy szólván nógattam, hogy lépjen kapcsolatba kiadókkal, mint hiába. Kérdésemre, hogy kire akarja hagyni ezt a roppant örökséget, az életművét, állandó válasza így hangzott. Majd a nyilvánosságra marad. Hogy nevezetesen ki lesz az örököse, azt nem kérdeztem tőle, de nem is akartam. Majd Ényi Zoltán fordítása. Felolvasta. Korek Mária